A nagyérdemű Mozart, Strauss, Mascagni, Bizet és Petrovics közismert műveiből hallhatott válogatást. A közönség vastapsa jutalmazta az előadást. Úgy gondolom, hogy úgy lehet kialakítani az embereknek azt a szokását, hogy hangversenyre járjanak, hogyha van nekik lehetőségük. Úgyhogy szerintem minél több ilyen alkalomra van szükség. A Szegedi Vonós Négyes Vajdaság több településén is koncertezett az elmúlt napokban. Színes repertoárjuknak köszönhetően mindenhol nagy szeretettel fogadták őket. A kamarazene nagyon sokrétű és nagyon sok zenei típust ölel föl. A Vonós Négyes mint formáció talán a zeneirodalomban az egyik legnagyobb repertoárral rendelkező együttes lehetőség, és mi ezt igyekszünk kihasználni a legvégső határokig. A Giovanni Artisti koncertsorozat ötlete Petrovics Emil nagybecskereki származású zeneszerző emlékére született meg. Ez egy hosszabb dolog lesz. Június 30-án indult el az egész Nagybecskereken a Székesegyházban. Voltunk már Csókán a Szent Háromság templomban, ma három helyszínen fogunk játszani, és játszottunk már kettő, most lesz majd a harmadik koncertünk, voltunk Ludason, Kevin, most pedig Magyar Kanizsán, holnap megyünk még tovább Pádéra. Visszatérünk majd még július 28-án Csókára, illetve a Zentai Napok rendezősorozaton belül is föllépünk majd. Az előadás sorozata Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Giovanni Artisti Kft. Közreműködésével, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.